Sziasztok! Ez itt egy újabb végigjátszás kezdete, a King's Bounty The Legendé. Ja, és annó, képzeljétek el, 550 forintért meg tudtam szerezni az összes King's Bounty-t. Konkrétan azt hiszem az utolsó, vagy a Warrior of the North, vagy a Dark Side kivételével, azok voltak az utolsó két kiegek. Mind a kettő megvan egyéb iránt, ennek ellenére is, mert a Warrior of the North-ot már korábban megvettem, a Dark Side azt még nem volt, vagy az is már megvolt lehet. Azon kívül aztán minden benne volt az 500 forintban, benne volt az alapjáték, az első kiegészítő és a Crossword. De ezek hiányoztak még, az első kiegészítőhöz van az a Crossword. Még, egy ilyen kis plusz kiegészítés még ahhoz. És talán még egyébként a Warriors of the North is benne volt, ha jól emlékszem. De az már meg volt, hogy aztak mindegy. És ami nagyon meglepett, hogy a Steamen magyar a játék alapból, míg a többi részhez magyarítás már leszedhető, az összes az. Egészen a Dark Side utolsó kiegészítőig. Úgyhogy, hát kezdjünk is bele. Ugye ez a játék volt az, amely ihlette gyakorlatilag a Heroes of Might and Magic sorozatot. Még 1990-ben. Az eredeti King's Bounty-ról beszélek most. Amelyet John Van Callaghan készített, aztán ebből lett a Heroes of Might and Magic, amit szintén ő készített. Az első három rész, sőt négy rész esetén. Aztán 2008 elején jött a hír, hogy jön a King's Bounty felújított változata. Az a King's Bounty The Legend, vagy Legend, és itt van. Látható, hogy most végigjátszok. Én megmutattam annó hát kettő vagy három kiegét. Nem az összeset, egyet valamelyiket kihagytam, hogy emlékszem, talán az Armored Princess az elsőt. De többit azt bemutattam nektek. Most pedig ennek az alapjátéknak a végigjátszása, láthatjátok. Kezdünk egy új játékot. Akkor választhattok, hogy milyen hőssel kezditek. Itt nem választhattok se nemet, ha jól tudom, se fajt. Egyedül aztán az utolsó kiegben lehet például a fajt is választani. Nagyon tetszik a játékban, hogy milyen letisztult, ezt is láthatjátok. És nem tudom, hogy azóta, amióta én nagyon régen játszottam ezzel, már talán 6 éve tőle az alapjátékkal. Szerintem itt voltak apró változtatások. De aztán lehet, hogy nem. Majd kiderül. No, hát van a harcos, ami egy képzett parancsnok, a képességei között fontos szerepet tölt be hatalmas sereg irányítása. A játékán a harcos két hatalmi képességet és erős harci tulajdonságot birtokol. Akkor a harcos őszintre lép, sokkal gyorsabban fejleszti hatalmi képességet és vezeték képességet, mint a paplova vagy a varázsló. Ezt teszi lehetővé, hogy már a játékán több harcos bérelésen fel, csak a harcos nem voltja meg a vasokkal és a harag képességekkel. Hát a paplova az meg egy ilyen köztes karakter, se nem varázsló, se nem harcos, a kettő között van. Egyfajta fejleszti erejét és mágikus képességét. A paplog könnyedén megtanulni az elme irányítását, csak a paplog tudja megtanulni a szent harag és a rúnakő képességeket. Az elme használatának képességét tanulva a paplog előnyösebb helyzetben, mint a többi kasztad démonokról, hogy írhattak, amin van szó. Szóval a varázsló, aki meg értelmszerűen varázsló tud. A játékban eleinte, ha jól tudom, a varázsló nagy előnyben volt, de a patchekkel ezzel módosítottak. És nem tudom, hogy voltak ezek a kivételes képességek, mert ezekre nem emlékszem. És pont az az egyik kritika a játékkal kapcsolatban, hogy mindegyik hős ugyanúgy lehet fejleszteni, de itt akkor vannak most apróbb különbségek. Hát nagyon jó kérdés, hogy melyikkel játszok, de szerintem lehet, hogy ezzel fogok. Hát, ja bocsánat, most már emlékszem a vasukör harag, meg a szent harag, meg ezekre. Ezek hosszabb távon fejleszthetőek, azt hiszem magasabb szintű mágia. Hát, lehet, hogy maradok a harcosnál, mert a harcos egyrészt sok. Ember tud toborozni, másrészt nagyon jó támadásban. Úgyhogy maradok, bár annól korábban jesszem a paplóvaggal voltam. Ha jól emlékszem. Hát marad ez. A játék grafikája mesés. Ahogy azt is láthatjátok most. Carl retired to a remote location in the provinces, there dedicating himself to science, which held a far greater attraction to him than power. Thus, the younger Prince Mark became king, and soon was called wise for his deeds. Egy nagyon jó játék zenéje. For long years, nothing darkened the rule of Mark the Wise. Trouble seemed to flee the kingdom, and the people sincerely loved and respected their ruler. But the king grew sad, for he was not blessed with children,
science and magic proved useless, and so the king appealed to the gods of Endoria, and his prayer was heard. Itt válik idősek lesz, mondjuk azt kívül, hogy a gyereket szült a felesége, én nem tudom mennyi lehetett. Amélie van az első kiegészítőben, mint főszereplő, ő a hercegnő azt hiszem. Between old allies, first the dwarves, and then it was the pirates from the islands of freedom who became too bold. Perhaps worse was the restlessness from within. Vannak apró hibák, de feliratban, de hát nem vészes annyira egyenlőre. Strange surges of magic and storms and earthquakes, formerly quite rare. A játékban nem volt annó felolvasásos, nem tudom, hogy ez volt, hogy régen játszottam, de erre sem emlékszem képesség. A játékon magán belül a kampányból nem nincsen narráció, tudtam Egyébként nagyon felhúzott most a Heroes 6 kiegészítőjének utolsó dungeon-es fájl, mert annyira csalásra félni, hihetetlen. Annyira csak arra kell rámenni, hogy pont megfelelő időben ott legyél, ahol kell, úgyhogy amellett két hős, illetve hát konkrétan két démon frakció ellen kell úgy harcolni, hogy közben mellékküldetéseket is nagyon össze megcsinálni, mert anélkül nem lesz még annyi egységet sem, annyi lehet, de még azzal a mennyiségi egységgel se lehet őket akkor leverni, hogyha nem tudod időben a kapukat bezárni, megint a hülye teleport, meg ilyen pokolkapu, úgyhogy újra kell kezdenem most azt a pályát, mert hiába kezdtem el, mert egyszerűen nem lehetett megcsinálni, pedig az a vicc, hogy megszereztem, képzeljétek el az Asa könnyét, és még így is vesztettem. Mert közben elfoglalták a többi várat, és ha ott is tudtam volna növelni ugye a populációt 50%-kal, tök jó lett volna, de így nulla lett, sőt mínusz lett, mert elfoglalták, úgyhogy így nem tudtam nyerni. Úgyhogy most kicsit felhúzott, ha meglátom, mikor folytatom megint. Na itt látható a játék mesés hangulatvilága, illetve grafikája. Lovagok Darion templomában vagy, ahol mentorod Vas Rihárd eldönti a sorsodat. Vas Rihárd. Na itt a hős. És látható a három ága. Hatalom, az elme, mágia. Mágiát leginkább ugye a varázsló kap, hatalmat leginkább a harcos lovag, ami most én vagyok. Elmét pedig ugye leginkább a paplovag. De mindegyikből kap valamennyit, pontosan mindegyik rúnából, ami ezekhez kezd, a hatalom rúnája, az elme, a mágia rúnája. Mindegyikből kap igazából mindegyik hős valamennyit. Viszont a legtöbbet mindig az adott kasztjából, tehát ő értelmesen hatalom rúnát fog kapni. Most a felderítés, ez mi is? Lássuk az első csapatok pontosan milyen lényekben állnak. Hát ezt elkötelezzük, egybe kerül. Tudnék még egyet szintet. Létszámot is. Azt nézem, hogy ezekhez kell. Mivel a harag mennyiség, de hős harcok során meg tud szerezni, mint nem rossz. Ez csak egybe kerül. Első körül a hős összes katonák első szűrés fog szerezni. Hát... nem is tudom. Mert még nem rossz lángoló nyíl ziászoknak. Hát akkor ezt nyomjuk be, és akkor lehet, hogy benyomom ezt is. Azért, hogy egyrészt tudjam tényleg, hogy melyik például hányan lesznek, és még több harag. Jó, és akkor maradt még kettő, ezt már benyomom valószínűleg valamelyik manára, vagy kapok még valahonnan manát. Lehet a játékban szerezni is egy csomó helyen, meg kapni különböző küldetések után. Na, már van három tekercsem. Növel a célpont sebességét egyel. Ladó a támadás. Ugye a hős támadásnak hatékonyságát határozza meg a támadás értéke, mekkora egy célpont védekezés értéket, a célpont súlyosabb sebet szerez, tehát gyakorlatilag kritikus ütést kap, az is van a játékban. Maximálisan 300%-kal nő a sebzés értéke. Védekezés ugye meghatározza az hős védekezésének hatékonyságát, hős védekezése meghaladja a támadó támadás értéket, az emberszerűen a sebzés mértéke alacsonyabb lesz, maximum a támadás csak egy harmadát sebzi a hősnek. Ez kicsit úgy működik majdnem, mint a Pirates of Eternity-ben, hogy van ilyen karcolás, miss,
meg kritikus ütés, és hírszerzés, szellemi képesség befolyásolja magikus támadásokat és varázslatokat. Minden 7 pontnyi szellemi képesség tisztázok a növelő hűs által okozott sebzés mértékét, és minden 15 pont egy körrel növeli a varázslatot odének mértékét. Hát igen, bár ez nem tudom, az a hírszerzés, ez biztos, hogy jó lett itt fordítva. Láthatom mana, ugye ez kell az, hogy varázsolhassunk. A harcok után regenerálódik, vannak ilyen tárgyak a képességek, amelyek segítség a harcok közben is van lehetőség a mana regenerálására. Ja, harag, ez azért kell, hogy különböző képességeket, megidézéseket használjunk a harag szellemével. Minél nagyobb a harag szintje, annál biztosabb, hogy kritikus találatot ér el. Igen, ez így általában is, de főleg ezekre a képességekre. Igaz, hogyha ez magasabb, illetve a harag magasabb az egységeiteknél, akkor nagyobb az esély kritikus ütésre. De azért teszi egy felszerelés, vagy írva egy egyenlés, hogy csapatokat toboroz, ez az arany. A vezetés, a leadership vezeték képviselő felsőről, hogy hány katonát tudsz toborozni minden katonának, bizonyos mennyiségű leadership értéke van. Mondjuk van 10 az IASZ-nak, az azt jelenti, hogy egy darab IASZ-hoz 10 ilyen vezetéspontot emészt fel igazából. És mindegyik egységre nézve vezetés fontot, tehát ugyanúgy most mondjuk van 210, 10-be kerül egy IASZ, és mondjuk 20 egy, ez összesítőbe kerül, egy kartforgató, ez tudom, nincsenek ilyen szintek, de mondhatnám mondjuk harmadik szintűnek, ezt meg egyesnek, a medvét meg mondjuk négyesnek, a lényeg az, hogy ez 20-ba kerülne, ez meg mondjuk 40-be. És mindegyiket a 2-10-ből számolja, tehát abból fogja levonni, arányosan fogsz mindegyikbe kapni. Tehát ebből 21-et fogsz kapni, ebből mondjuk 10-et, hogyha 20-ba kerülje, annyit mondtam. Ebből meg csak 5-öt. Tehát viszont ezt egyszerűen mindent tudjátok természetesen venni. Ez ugye ez a varázskönyv. Vannak rendmágiás varázsodok, torzmágia, káosz, és itt az összes. De nincsen néltem, úgy emlékeztem, hogy több is van még. Ezek gyakorlatilag sebző varázslatok főkép, ezek lassító, gyorsító, tehát ilyen módosító varázslatok, de nem csak negatív, hiába ez nem egy torzmágia. És talán még krónozni, meg ilyesmit is lehet, meg elementált varázslatok, de most nem vagyok már biztos, mert keverem itt a hírozzal. Rendmágiában meg mindenféle ilyen, hát majdnem olyan varázslatokat tudtok, mint a szintén rendmágiás, vagy order mágiás híroz 4-be. De itt is vannak sebző mágiák, csak nem annyi is olyan erőteljes, mint a káoszban. De elég változatos, tehát most leegyszerűsítettem, mert egynél sokkal változatosabb varázslatok vannak egyébként. Tehát Lála le van zárva, persze, mert hát ugye értelemszerűen le van zárva. Igen, tudunk ásni is a D betűvel eddig, ugye. Tudjuk forgatni a kamerát az egér görgetőjének nyomvatartásával is, illetve a jobb gomb nyomvatartásával is. Mindent érdemes megnézni, de néha vannak ilyen mozgó tárgya, amik pontosabban akkor mozog, hogyha rámész az egereddel. Várjunk csak, csinálok egyet. Nem tudok még ilyet csinálni. Játék normál nehézsége, ami normál nehézségen is rohadt nehéz, úgyhogy erre készítek fel. Na nézzük az első küldetést. Vasrihár, nocsak, hallgatszka, gyere, állj ide közel és figyelj, nagyon a tanulás hosszú órája, akkor értek véget számodra, amikor beléptél e terem falai közé. Itt az ideje szembenézni a próbákkal. Tudd, hogy ezek a próbák döntenek sorsod felől. Mit választasz? Mint a legtudják, lehetőséget kapsz a próbák kihagyására. Ebben esetben én magam fogom eldönteni, hogy hol fog szolgálni. Ismerlek jól, ezért tudom, hogy elégedett lesz a döntésemmel, nem teljesítem. Szívem boldog halkozka, büszke vagyok rá, szóval ima az első feladat. Minden magára valamit is adó lovagnak kötelessége sárkányok tölnie, és megmenteni a szépséges hercegnőt. Mondjuk úgy, hogy ezt gondolják az egyszerű népek, azoknak a fülmászadaloknak köszönhetően, őket a kocsmákban énekelnek a bárdok. És ugye nem okoztunk neki csalódást. Az első szobában egy sárkány vár rá, és egy hercegnő, akit meg kell mentened. Sok szerencsét. Igen, zi, harcos vagyok, egy sárkány nem fogsz tudni megijeszteni. Kíváncsi vagyok, hogy a bátorság vagy a butaság mondatja el veled a szavakat. De minden esetre hasznát fogod venni egy jó kornak. Találsz egyet a ládában, azt hiszem tudod, hogy mit kell vele csinálnod. Elvégre én tettem neked a kor vívás művészetét. Gyakorolod a gardra kellene legyőznem egy sárkányt. Természetesen nem győzheted le a sárkányt egyedül, ezért egy csapat lovag és lovas is lett tart. Úgy látjuk, hogy mennyire vagy ügyes faranosnak.
Természetesen használhat sportét is, a célja, hogy kiszabadítsd a hercegnőt, szóval esetleg életben is hagyhatod a sárkányt, ha akarod. Másrészt egy igazi lovag mindig bátran veti magát a harcba, és a harci tapasztalat minden esetben jól jöhet. Rendben, halkozka tehát. Előre! Az biztos jelentize ezt a sárkányt. Köszönök mindent. De és most ilyen ajtók nyílnak majd meg. Megemtetted már a hercegnőt, vagy egész délután itt kell várakozni. Na várunk, csak most elvileg nem kaptunk, azt hittem. Na itt a küldetés, ugye első próbál mentsük meg a hercegnőt, hogy derra volt egy sárkány. Behőzött kiképzésed a lovók között egy legvégső próbának majd meghatározni, hogy milyen is milyen lépsz a későbbiekben. De elvileg az három részben áll, az olyan lett végső próba. Illetve itt egy térkép is, láthatjuk a különböző közeli szigeteket, amelyeken majd mehetünk. Ezek a felhők majd arra mennek, ha haladunk előre. Varázslatot itt is meg tudjuk nézni, itt látható a manapont. És ez fontos, hogy a májkus tekercsek lehetősége van varázslatokat közvetlenül tekercsre használni, ebben esetben nincs szükség manára, de a tekercse használat után eltűnik, meg is tanulhatod a tekercseken lévő varázslat, a varázskönyvben található varázslatok száma korlátozott. Tekercseken lévő varázslatok megtanulása mágikus kristályokra van szükség, ezekkel lehet fejleszteni a már ismert varázslatokat, tehát ugye ezek kellnek ahhoz, hogy ezt megtanulhassátok, de mivel nincs meg nekem a tűz, a torzmágia, bocsánat, első szintje, ezért ezt nem tudom megtanulni, mert csak akkor lehet megtanulni, hogyha az is megvan. Viszont attól még ezeket el tudom használni, tehát itt van négyet tudok elvileg magamnál tartani, legalábbis azt szerintem azt jelenti, hogy kék, az a maximum, és három van nálam. Na nézzük. Itt nincs semmi. Na látjátok, rámegyek és mozog. Ebben van valami, vagy nincs, az is lehet. Lassulás. Igen. Ez meg egyet csökkenti a sebességet. Két kör ihat. Ja. Igen, itt egy kis arany. Ilyeneket is összetettek, ugyanúgy a Heroes-ba. Aranyat, kristályt is, olyan kristályt is, ami kell ugye a tekercsek megtanulásához, szóval elég változatos. Ugye ezek az ajtók néha maguktól, néha nem maguktól nyílnak ki. Itt látható a jobb gombban, hogy kevés sárkány van. Most számmal még nem írja ki. Van azért harmadik szintű felfedezés kell. Mert meglátom, hogy ezt választom. Na itt van egy elmerúna. De el is tudtak így menekülni, mert itt real time van ugye a dolog, mint láthatjátok. De el is tudtak menekülni. De a csaták ugyanúgy körökre osztottak, mint a Heroes-ban. Mert szerencsére pont nem tudott megtámadni. Ez a smaragdő sárkány, ez elég durva, nem csak repülni tud. Az óriásokat is gyűlöli, hanem a mágiával szembeni ellenállása is van, illetve tűzzel szembeni védelem, immunis az elmarázslatokra. Két képessége is van, amit nem tudom, hogy tudok máshogy még megnézni egyébként részletesen. A látszó viszont egy 5-ös szint, akkor mégis vannak itt szintek. Tehát az 5-ös szinti, ez 4-es, ugye ez is 4-es, ez 2-es, az meg 1-es elvég, nem, ez is 2-es, akkor melyik lehet az 1-es. Na mindegy. Tudtok menni jobbra-balra, hátra-előre, a cursor gombokkal is egyébként. Na jó, nyomunk egy kb. Gyorsságot. Ennek már ez is alatt lassú. Most nem mindegy, hogy hogy támadtok a lovassal, ugyanis a lovasnál nem csak tűzzel szembeni ellenállás van, meg páncél, meg lovas. Nem azt hiszem, most nem tudom, hogy lovasnak a képesség ez, de annó volt ez a képesség, hogy minél többet lépek, látjátok is. Annál többet sebe. Ez aztán lehet, hogy csak az van itt is, mint a Heroes 7-ben, bár én ugye azt hogy itt még nem volt ilyen. De aztán lehet, mert érdekes a hátra támadás, nekem sebet sebe. Ezeket most nem igazán értem. Ja, nem igen. Na, az van, amit mondtam is, hogy juha, majdnem meghalt egy. Hogy, na, ezt megégetjük. Placsát, ez nem sokat ért. Ennek is van egy képessége, csak én nem tudom használni. Ja, akkor lehet, hogy a lovagnak is van, csak szintén nem tudom még használni. Na, ennek már tudom a képességet használni. Ez gyakorlatilag... Na, mi ideák itt ki? Azt is velem lehet megnézni. Ja, itt van vadul, támad az ellenségre, 6-9 pontos sebzést okozva neki. Hát ez gyakorlatilag egy ilyen erősített ütés. Dolog, hogy mindig nagyon sok élete van. De az ég is úgy látszik, azt nem szereti. Na, ebből egy meghalt, majdnem kettő is. És
kapsz egy ilyen fagyasztást, hogy kicsit le is lassul. Na, igazán megpusztulhatnál. Ezt nem tudjuk minden körbe használni egyébként, azt a képességünket. Na, bravo. Ja, ő se tudja ezt, amit az előbb csinált, sokszor használni, úgyhogy nem aggódjatok. Hát elég sokat vesztettem. De abból csak egy halt meg, azt hittem egy kettő. Na, ezt levertük, és már mehetünk tovább. Elvileg azt mondom, ezeket föl tudjuk szedni, de... Amikor pedig ilyen fényjel van, azt kiáshatjátok azt a dolgot. Hogyha majd találtok olyat, és akkor lesz egy baraton egy láda, amiben kincsek vagy artefaktok, tehát ilyen varázstárgyak lesznek. Hiszen a játékban varázstárgyak is vannak. Itt van, egy bábút kiszavarítottam, ez volt a hercegnő. A bábú. Most vissza kell menni Vassihárnak. Vissza kell adni idézőjelbe a hercegnő. Úgy, menjünk tovább. Megmentettem, itt úgy értem, hogy megmaradt belőle. Vasugú Richard D. volt, mondd neked valamit, az a név, a kézírás elég ismerős volt. Ó, milyen figyelmes vagy, rendben, elmondom, de van nagyon titokban a dolog, ezt a bármit már jó ideje használják a próbákon. Régebben engem is hajkorászott a sárgány, de akkor még kerekeken volt a bábú. Szóval igen, én már Isten bele a feliratot, akkor a Vasugú Richard volt a becenevem. Aztán egy házban a sugomat is elvesztettem, ezért lettem később simán, csak Vasihár. Megmentettem a hercegnőt. Remélek, remélem, hogy a sárkány rendesen megkutatott halkocka. Addig, de a Bowser-ban még meg kell menteni néhányszor. Tessék, szóval mi a következő feladat? A következő próba nehezebb lesz. A másik szobában egy őrült nekromonta vár rá teljes seregével együtt. Zombik és csontvázak. Meg kell önöleg gonoszt és meg kell szervezned a halál könyvét. Érthető? Hát igen, fogd ezeket a tekercseket, azt hiszem, jól fognak jönni, miközben a sötét varázslóval harcolsz. Nekromonta biztosan mágiát fog használni, szóval tartsd nyitva a szemed. De hogyan kell használni a tekercseket? Hát közben kitartod a követ és felolvasod a tekercset. Ha a varázslat működik tekercset, mint meg is tanultad a varázslatot, és akkor az örökre bekerül a varázskönyvedre. A megtanult varázslatokat lehet fejleszteni, növeli erejüket. Egy próbára, mert még később beszélünk. Oké. Okay. Mondom én, nem egy próba van. Csak sajnos nagyon nehézkes átlatulni a pálya. Mert a pénz volt benne. Mert eléggé, hát csekély, szűk a látótér. Na itt van. Szinte lehet, lehet egy ember vagy nem. A fekete az a csukja szinte teljesen rejti a figurát. A csukja alatt pedig csak a parázsló szemét látod. Na oda el kéne valahogy jutni. Ó, azt is gondolom nem lehet ugye a meccsába. Ja, de lehet. Na. Itt kőbőr. Na, ezt sem tudom használni, mert ehhez meg ez is torzmágia kell. De ezt majd használom szerintem. +20%. De a kezdeményezés, hogy ki mikor jön az adott csatában, az megcsökken. Na, itt kapunk most vezetői képességet, tehát 30-at, ami nem egy nagy dolog. Itt láthatjátok, hogy mennyi van, és tehát elég sok volt 22-40, és ezt mindegyikre lebontja, hogy akkor abból mennyit tudunk mondani az adott típus karakterből, minél erősebb annál kevesebbet, tehát ez pedig a szintünk és az XP-nk mértékkel. Szóval látom, hogy egy újabb bátor harcos közeledik, aki el akar választani az élettől, de van a sötétség útját választod vajon? Vagy meghalsz? Engem nem jössz egyszerűen, engem nem érdekel a sötétség, védd magad Necromant, egy igazi harcos jött el hozzám. Na nézzük, ez a Necromanta, első szintű hős, ez egy hős konkrétan igazából. Meg kell ölni ezt a kegyetlen Necromantát a testén szeretnél. Próbált egyes a támadása, hát nekem kettes, meg egyes a védekezésem, neki meg nulla, viszont iszonyat sokat tud varázsolni. Igen, a szellemi képességek kicsit rosszul fordították ott a másik helyen. Erre rakjuk rá, mert ez nem olyan jó azért a defenzer, mint ezeknek. Igen, hát itt a zombi az igazából annyi, hogy rossz használni tud, bár itt még nem tudom, hogy nem írja rendesen. Ez annyi egy csont, tehát az íjászat az annyira nem hatásos ám vele, de viszont az égés igen, hogyha mondjuk azzal kombinálom. Ilyen látás, illetve átkozni tud. Na jó van,
Hát itt tört a nyíl, úgyhogy egyelőre lehet, hogy várunk. De mondjuk a pókok nem szeretik azt hiszem a tüzet szintén, és ez megégett. Úgyhogy na, ez itt egy nagy gond. Íj, basszus, igen, sajnos varázsolni tud. Úgyhogy ez egy elég nagy probléma, és meg is fog mindjárt halni ez a karakter. Úgy láttam, hogy ez inkább várt. Egészen eddig. Szerencsére pont nem tud megtalálni. Nem elég odaérni mellé itt ebben a játékban, hanem még egy lépésnek úgymond legalább kell lennie. Na, ezt lehet, hogy inkább ez az ukra lesz a szavárom. Akkor már ezt is, illetve... Hát nem tudom, ennek adunk egy ilyet. Placs. És kár, hogy nincs egy ilyen, hogy ki mikor jelen látnánk. Na, egyet se vettem, meg ez most elég masszív. Na, látjátok, most ég. És kicsit. Most hát az nem ütötte le, viszont az meg leütött engem, mert rohadt sok HP-ja van. Sajnos. Ajaj, megöltem és rám jött ez a átkozás. Na, kaptam egy könyvet, meg sok pénzt, viszont három olyanon megkaptam, egy kicsit sok. Véleményem szerint. Add át a könyvet Vasihárdnak, de mi ez a könyv? Ez a könyv. Gondolom az a gondolsz könyvet nekromant a testéről vettél el, nem akarom én ezt használni. De azért info. Ez a könyv úgy néz ki, mint a halálkönyv, éles betű, koponyás minták és gonosz jelképek. Ennek a gyanúsan újnak tűnik lapja még érezni a friss tinta szagát. Nagyon furcsa. Hát remélem visszakapom azt, aki meghalt, ha nem, akkor az gáz. Na. Lenyel jó, jól csinálta a talkocka. Egyébként nem vett észre, hogy a kulcsot az elekromantán? Itt kellett volna észrevennem, hogy olyan nézett ki az arca és csontozatnak parancsolat. Tipikus nekromanta. Varázslat, nem olyan varázslatokat használtam, amiket egy nekromanta használna. Igazad van, valójában ő nem egy nekromanta volt, hanem William atya, a templom egyik priorja. Hagyj lelkében bele egy zat, hogy a próbák során eljátszol nekromanta szerepét. Már öreg, természetesen egy varázslatai már nem működnek, olyan hatékony az irányítottakon. A lényeg az, hogy az által irányított irányítottak sokkal több büntetés kaptak. Ez azt jelenti, hogy megöltem William atya. Na, akkor hogy nem ez az első részt lesz a próbálom. Valójában már tökéletes állapotban is van várja a következő tanítványt. Rendben, add ide azt az átkozott könyvet. Igen, már csak a végső próba van hátra. Tudod, hogy az ősi templomok is eljutott kincstárak az aranyja? Ritka, májikus erekék és varázslatok legfőbb forrásai. Tehát a következő feladatod kincsek és erekék keresése lesz. Mennyivel a katakombákba elvonásva néhány láda és az egyikben van egy darab páncél. Vissza kell hoznod a többit, amit találsz, a tiéd maradhat, érthető? Kicsikökkel kiásnom, ezt hogyan kell csinálnom? Miért kérdezed, hogy hogyan? Természetesen egy lapáttal válasz ki egy gyanús helyet, ahol szerint a kincs van elásva, és ás. Ha jól tippel, ezt ír a kincs. Ha nem, akkor dolgoztál egy kicsit, és egy picit koszosabb leszel. Ezt a D-betűvel lehet. Oké. Most az utolsó próba elméletileg. Ajjaj, viszont nem kaptam vissza. Ja, hoppá. Lassulás. Langolnyi, az előbb szinte nem vettem föl. Én hülye. Valamelyik próba, szerezd meg a mentorod páncizatának egyik darabját. A darabotokat a kombákban ásták el. És az a gond, hogy egyfajta újat csinál. Na itt akkor figyelni kell majd. Ah, látjátok? Itt van például nyer egy kocsikerék. Mi a franc ez? Két ponttal nő a videkezés értékét, egyben csak a szellemképesség értékét. Ha? Ebben rakjuk már nekünk varázslásod, meg úgyis nuku, bár most már tudnánk egyen. Egy mala regenerációt. Vigyázni kell, mert itt elvileg lesznek ellenségek. Össze-vissza. Van egyébként egy ilyen belső térkép is, csak most ezt valamiért szerintem nem engedít a tutoriálnál. Az úgy belső, nem világ térkép. Vasfog. Há, megvan a vasfoga. De nem az idői. Már időszakosan, amíg rajtunk van, 20-szal növeli a pontszámot. Ez az ő vasfoga. Nagy valószínűség szerint. Ez most mindig külön csinál egy mentést, vagy? Nem úgy látom, hogy ezt hol ülírná.
Összes. Ej, ej. Azt mondja, nagyon gyenge. Hát jó, legyen. Sajnos az a virág lő. Van egy zöld változata, ami nem lő. És sokkal gyengébb is talán. Különböző pókok vannak, a mérges pók, azra vigyázni kell, a mérgez, viszont a harangi pók meg jobban bírja a gyűrődést. Szóval nekünk van egy ilyenünk, ez elvileg... Igen, ez lángoló nyíl, de ezt nem még tudunk venni. Na viszont a virág se szereti, úgyhogy ezt mindjárt is tüntetjük ki. Na és vannak ilyen felszerető cuccok, hát az hogy mi. Ez most így jelen esetben pénzt fog valószínűleg nagy részt adni, de néha adhatnak artefaktot is. Na ez se szereti elvileg a tüzet, úgyhogy kap egyet a fejére. A medve az elején az első lépését, ahogy a farkas is aztán meg tudja gyorsítani. Itt csak az elsőt. Sebesség 3, tehát az 3-at tud lépni, akkor itt maradunk egyelőre. D-vel is tudunk védekezni. Lassíval a sát. Te megöljük ezt a mérgezés pókot. Ezekre kell felügyelni. Minél kevesebb van, annál jobb. Azt hittem, hogy leütjük, de erre nem. Szerencsé nagyon sok HP-ja van. Most csak egy helyből tudok, de még így is megölöm. Rám nyomott egy poke hollow-t. Ezre betegebben nem halunk bele. De igen, basszus. Vagy nem. Na, szerencsére úgy tűnik, hogy nem. Már tudok, kettőt tud csak lépni ez a hiellóval. Szerencsére. Azt választottam, amit ő tartottam. De nehogy akarjon egy hiászom. Majdnem úgy tűnt, hogy senki nem halt meg. Ugrottuk egy szintet? Nem. Milyen nehéz észrevennem, hogy mi hol van. Na csak a víz. Hopp! Meg a tenger. Hát minket nem tenger, de a vízes területnél is. Hol van ásni való? Na, még egy védekezés. Ha 4-es a védekezésünk. Jaj, basszus, várantam. Na, hát néha nem lehet látni se, hogy éppen mi van. Lassítjuk. Megégetjük, ezt nem szeretik a növények. Van ilyen bármilyen típusú utája. Nem lehetek szét fog égni. És az megcsinálhatja azt, hogy megy, aztán lő, egy csomó karakter mondjuk meg tudja csinálni, tehát nem egy ilyen a specialitás. Ilyen szempontból. Hát lehet, hogy ezt is lassítjuk a biztonság kedvéért. Ezt meg kicsit még inkább meg szivatjuk. Mert ez 3-at tud lépni, akkor ez egy hátra megyünk. Ezzel pedig, hát nem tudom, mit csináljunk. Megissük ezt. Hát issük, ezt viszont le. Ütöm, ahogy ezt is. Klatty. Klatty. Tudom, hogy lehet, hogy meg kell támadni a fiaszt. Jöjjön, nem ő tényleg vele egyet se, van így kereszt. Ja, hát, így is meg tudtuk oldani. Azt hittem már itt is van valami. Azért itt is van valami, egy erekje. Rozsdás lovak csizma. Hát ez mi a francra jó. Itt téged a csizma, jöveken át pihent el Ádám ilyen csizmát, mert regette a rozsda. A sarkálébe ikon benézve azt hiszem észre, hogy a csizmájának dupla alja volt. Ez a bőrcipő nagyon régi, hihetetlen, de erős bőrből készítettük egy talp, ami most is képes megvédeni viselőjét szállalmas állatot ellenére. És ennek ellenére viselő úgy néz ki benne, mint egy szállalmas csavarba. Vasfog. Senki sem tudja, hogy a fog eredetileg kinek a tulajdona volt, de az biztos, hogy tulajdonosa szeretett harcolni. Hát ugye vasfog úgy hát. Egy olyan valaki, aki állandóan hatalmas karcsikereket húzza magába, tisztára őrültnek tűnik. Ennek ellenére a kerék képes védelmet nyújtani kalapács és karcsapások ellen. Elég vicces. Na, a napló frissült. Vidd vissza a csizmát, amit találtál mentorodnak. Ja, ez volt a csizma. Milyen érdemes egyébként nyomogatni, hát ha valahol van. Ó, basszus, még ez is. Ó, nem tudunk csinálni.
Igen, ebben lehet artifakt is, vagy például tekercs, itt is láthatjátok, ami nagyon jó, mert mindjárt használjuk is. Itt meg ugye... itt mindig pénz van, aztán ebbe csak pénz lehet, ha jól emlékszem. Ugye ez is csak 3-at lép. Remélhetőleg igen. Nem tudom, mit csináljak. Én ezt leírtam a szózián. Az ember azt mondja, hogy fel tudom szedni, mielőtt rám támadanak. Hát ezzel a gyorsítással, igen. 200 arany, egész jó, szuper. Leítjük. Hát ez egyelőre nem egy bonyolult, de hát ez tutorial, úgyhogy... Na, ugrottunk egy szinten. Választhatunk. Egyrészt megvan, hogy mivel mennyit kapunk. Ez általában mindig változik, de általában ebben van a legtöbb a harcos esetében. Hát értelemszerűen, hogy ezt fogom választani. A vetői képességet, nincsen varázslatos képességet. Valóltan? Na. Ah, mágikus kristály. Köszi, szuper. Most azt tudom, hogy hol vagyok pontosan, de... Hát itt sincs semmi, úgy látom. Már csak nem innen jöttem. Azt hittem. Ja, ott alul láthatok meg egy mini térképet. Az itt nincs semmi sajnos. Jó, hát akkor ennyi volt ez a pálya. Ah, csizma, szóval azt raktam abba az átkozott ládába, mert egy teljes hónapja keresem és nem találtam sem már rossz ideje rozsdás rikot. Bosszoreszkálok, én azt mondod, ezt az adottságot, mely felfedi magát. Az a te adottságod. Elég ritka adottság, mondhatnám új is. Az ilyen adottság ennek az emberek képesek, hogy talán talajban rejtett tárgyakat, például a kincseket. Igen, teljesen az próbál. Nagyon jó, most nézd csak, azok az érmek, amiket rosszabb időre tartogattam. Nézd, még most is itt vannak a sarkában. Szóval mi a helyzet a próbával? Á, igen, nézzük csak a dolgot meg fel a sorrendben. Tehát a hercegnő megmentése nem rossz, de sarkára vadászni veled, hogy összetöszed legyek, nem ez az erősséged. Jó szerintem vadász lenne belőled, átmentél a próbán, szóval ez jó, de van itt még valami. Az utolsó próbát tökéletesen teljesített, és azt hiszem kiváló kincskereső lenne belőled. Igen, ez igaz, megvallom, már rossz ideje keresek olyan tanítványt, akik rendelkezik olyan adottságokkal, amik megfelelő teszik a kincskereső posztra, mert az adottságokban a kincsek felfedezésére. Ennek az adottságnak a Dariani udvart kellene szolgálnia. Hát... Valami katonaira. Ne aggódj, jövő csak a több kanad is összétartogat számodra, mint amiről való álmodtál volna. Mivel amikat magas egységet, távol országokat fogsz felfedezni, valószínű, hogy egész Endorján is venni fogják nevedet a kocka. Darioni lovagok iskolájának mentori tanácsának nevében én, Vassi Hartfield mentor, ezennel teljesítik lovaggá kiáltalak ki. Négy becsületes és tiszta, büszke és nagyon sok méltóság teljesen viselhet a címet. Hozzanak évszázados hírnevet és megecsülés nevedre a Darion nevében lekövetett hősi tetteid és lovagi becsületet. Darion szolgálom, javasolok a királyi kincskereső tisztségnek betöltésére, tessék, itt van ez az ajánlóvél, felsége a bölcs már király részére. És ne feled tanára, hogy gyere vissza a lovagok templomra, amikor csak szeretnél, mindig örömmel látlak. Az elmúlt hosszú évek során szinte a fiam már lettél. Fiatal, nemes lelkű és egyértelműen tehetséges. Tökéletes lovag lesz belőled, most pedig menj, a bárban már várnak rád. Nekem pedig még jó pár hozzátason lovót kell próbálni állítanom. Na most már talán elvehetem ezt? Igen. Megvan a gyakorló kard. Egy ponttal növeli támadás értékünket. Lövet melyet, most úgy jár, itt el kell vinned a királynak. Egy lepecsített politik, mert még számos papír van. Na jó van. Hát valamit itt fogok benyomni. A maximális harag plusz 10, az nem lenne rossz, de inkább ezt nyomom be egyelőre. Első körben tudjanak annyit szivatni, mondjuk például főleg íjászok. Most nem tudom, az Esplivia egyáltalán, mert nekem rohadtul nem úgy tűnik. Ezt szerintem mindig egy új mentést csinálom, elég gáz. Na itt vagyunk. Fiatal ember, én vagyok második Mark Leonard, Darion királya. Hajtálkoztattak, hogy te vagy az ifjú, aki hivatalos kincskereső tisztségre pályázott. De hát kérdezzem meg, milyen képességeid vannak?
Ez a pozíció túl fontos ahhoz, hogy az első jelentkezőnek adjuk, és te valóban nem az első vagy, aki jelentkezett. Itt vannak a referencelők, melyet nem tudom, a lovagiskolájának oktatója írt. Ó, szóval te vagy Halkocka Vasúján, egy igazán tehetséges, ígéretes fiatalról beszélt, amikor felmerült. Kincskeresői poszt betöltése. Remélem, hogy képes leszel kezelni minden felelősséget. Akkor eldöntetett király akaratomnál fogva én, Darion király, a második Leonál. Ezt a Halkocka-nál kineveztem a királyi kincskeresővé, és azon a Vicomte rangot is az ezerjáró királyi jelképet adományozom neki. Boldogan szolgálom ő feleségét. És most Halkocka, azonnal kapod első feladatot. Meglátjuk, hogy sikerül megtalálni az elvesztett plugeneket. Nemrég kiraboltak a király adószat, és ellopták tőle a plugeneket, minket a várba kellett volna beszállítania. A rablást keleti úton követte el egy raklóban, de a tolvajok elmenekültek, az üldözésükre kiküldött katonák csak az ellopott mennyiségi részét találták meg. Megkötte az ellopott plugeneket, mind a 400 darabot, és meg kell büntetni a tolvajokat. Nem gond? Haha, majd akkor összem úgy. Haszol, a saját szememben látom. Jelenleg még egy darab plugin sem látok. Megtalálom őket felsőn. Mert itt vehetünk ugye tekercseket is, fél hatástalanítást. De ezeket nem fog venni, hanem ijászokat, kartforgatókat, és azért parasztot is van, a paraszt rohadt gyenge. És még van bőven pénzem, tehát vehetek például ilyet is. Igyekezés értékét. Ez sem rossz egyébként. Lehet, hogy inkább ezt veszek. Igen, az erekje. Az erekjét meg akkor eladom, az csak 20 ponttal növeli. Ezt el tudjuk adni, és ez 200 aranyt ér. Így még több emberünk lesz. És az nem baj. No, viszont pénzünk az most már nincs. Úgyhogy ezt meg akarom venni a láncinget. Ez aztán még durvább. No, küldetésünk. Találd meg az alapot 400 flugent. Gyakorlatilag ilyen pénzérme szerűség ez is. Üntesd meg a kocsit kifosztó tolvajokat. Ez az első küldetés, amit a király szolgálata van, kell teljesítened. Tolvajok rabolták közülő szerelő bűnteire, főúton kerülsz fel, mely keletre, Arrelaniába vezet. Feladatod, hogy megtaláld a kocsit, és visszaszerezd a király alapot plugenjeit. Beszélhetünk ugye a Márk királlyal megint. Tehát az előző kincskeresővel, neve The Weir volt, ígéretes kincskereső volt, és nagyrészt az ő munkájának köszönhető, hogy a kincsár rendszeresen megtelt aranyra, és szintén neki köszönhető, hogy az akadémia varázslatai számos ritka erekékhez, és végig értékes kézzelathoz jutottak, melyeket később tanulmányozhattak. Egyszer azt mondta, hogy az egyik ilyen kézzelatba említést tesznek egy bizonyos élőadtak templomáról. Próbáljuk leveszélni a hely megkeresésére, de nem jártunk sikerrel. Néhány nappal később a kereső elindult, az ismertem fel, és azóta nem látta őt senki. Úgy tudom, ismerni ment rohanat Richardot. Igen, gyerekkorunk óta ismerik egymást. Richard a vívás tanár fia volt, Richard, a testvérem és én együtt tanultunk vívni. Így lettünk barátok. Azok voltak a szép napok egyébként. Azt tudta, hogy Richard miért kapta a szemét? Hosszú évekkel ezelőtt Vasugó Richardnak nevezték. Mivel egy verekedés során elvesztette az egyik fogát, és az apja gondolkodás nélkül készítette neki egy vasfogat. Ó, a kezel napok fajta verekedés után a fogat tényleg olyan, mint a vas. Természetes már nem tudom, hogy mit kezdünk verekedni. Ennyi volt. Nagyon egyszerű, régen a Dorenca helyett bevezettük a plugin-ek használatát. Ez a különleges tokenek, melyet értékes fémből készítenek. Minden fogár évente bizonyos mennyiségű plugin-t vásárolt tőlünk. Ja, akkor ez nem az volt, amire gondolok. Ez csak nem egy kikacsintás az ilyen játékokban lévő ilyen játékpénzzel, ami ugye vásárolhatsz, ezt azt nem mindig. A plugin-ek az őszinteség és a dányhoz való lojítás szimbólumai. Lehetővé teszik, hogy az emberek polgármestert válaszolnak, vagy kölcsönt vegyenek fel, vagy akár a fiúkat bejutassák az udvarba, vagy elkövetik a börtön királyi bocsánatban részesülve. Így minden eléken megkérdemli a korona védelmet, és a plugin-ek eladása biztosítja, hogy a kincstár nem marad üresen. Nagyszerű ötlet. És tényleg így van. Itt van Amélie hercegnő. Üdvözöllek, bácsikám. Akkor azt mondta, hogy most te leszel Weir bácsi helyett. Nagyszerű, Weir bácsi mindig hozott nekem édességet, és azt, hogy végszereket, amikor visszatért egy kalandjáról. Ó, sajnálom, elfelejtettem, hogy először be kell mutatkoznom a nevem Amélie hercegnő. A falat pedig ő felsége második Márk Leonának, Darren királynak hívják. Bár csak Márknak, vagy apunak hívjuk. És nem a második, csak egy van belőle. Bocsáss meg a lánynak alkozkodni, hogy csak egy csintalan király, egy kislány, isteni eredete ellenére is, Ronan nem volt eredelendő csivitelésével. Afu, megegyeztünk, nem zavarlak, amikor a bácsikkal mesélsz, akik eljönnek hozzád, és én jó gyerek vagyok, igaz, Halkocka bácsi? Hogy tudod megjegyezni ezt a sok őfelséget, és Aaron bácsi, meg Richard bácsi, én csak Amélie vagyok, sokkal könnyebb emlékezni rá, erre én magam jöttem rá. Ah.
Ó, közben itt van valahol egy poloska, vagy nem tudom, minek hívjuk ezt, úgyhogy megpróbálom elkapni. Nem nagyon sikerül. Elég vicces a játék egyébként, de azt láttátok most. Na itt is tudunk még venni például ilyet. És az azért jó, mert ezt tud gyógyítani, előni. És főleg démonok meghalottak olyan jól pop, hogy szerzetes, hogy mi ez pop. Na itt is tudunk még ezt azt venni. Vihármester újra itt van. Ez a bajnokság, ez nem tudom mit akar most, emlékszek már rá. Aaron Demian. Na, mit adott? Engem is a sűrös bőrösség, mert nem rosszabb adományok vannak. Keresd meg a holt lelke templomát és add át a pénzt a templom apátján. Látod, hogy mennyi tapasztalatot kapunk, hány darab valamilyen rúnát, vagy tárgyat, vagy aranyat. Mi a díj ugye. Mars a mocsarakra. Jó, hát igen, akkor ennyit beszéltünk. Na itt fel tudjuk tölteni a manát. Igen, még ezzel tudunk beszélni, ezzel a törpével. Üdvözlök, utazol, látom, le vagy nyűgözve. Kérdés, itt vettem, és sosem járt a Darianon kívül máskülön. Már hallottam, hogy a törpék képezeteiről ezt a repülőhajót léghajón a kívül. Ez a törpék egyik találmányával legjobban lehet utazni. Tiszta tudomány, nincs benne varázslat, csak az a léggömb az, ami a levegőben tartja. Szóval idegen szeretnék kipróbálni ezt a furcsaságot? Most azt hiszem jó dolog lenne egy ilyen szekret bátrapni az erőkkel egy napon. Blablabla. Ezt akartam most. Nincs időm kártyázni. Ebben elmegyek érte. Ez van a léghajó. Ja, meg kell találni a fekete dobozt. Arra kérte, hogy keresd meg, hogy ez van a léghajt valahol Arlenéjában, de olyan követi tartományon. Egyszerűen ennek szüksége van a fekete dobozra, hogy valahol a roncsok között lesz. Na hát látjátok, ez a belső térkép egy területnek, látható Arlania, ami ez majd el kell mennünk, itt a mi területünk, ott a Verloni erdőt, a Marsan, bocsánat. És elvileg itt tudunk váltani. Ez Darion szigete, ez az egész Endoria. És pedig Greenwort. Menjünk előre. Találunk. Ez mi? Négy szög alakú könyvlapok. Ja igen, ez az a... Össze kell szedni, azt hiszem. Igen, na ez valószínűleg csatlakozni fog hozzám, de lehet, hogy nem. Itt is van, hogy csatlakozhatnak, de... Igen. Szuper. De hát most már túl vagyok azon a számon, ami lehetne, de ugye ez nem baj. Harci kiáltás. Na, egy kis kristály. Nézzük a dolgokat. Hát, itt vannak a plugin-ek. Már 9 darab van. Ott is volt egy. Ott is. Meg szedd már fél. Jó kristály. De nem is kell néha... Ó, basszus. Berolta az olyan félre. Ez gáz. Harci kiáltás, ez rendmágiás, ez a kezdeményezést növeli. Hát akkor lehet, hogy ezt növeljük.
Mert talán le tudjuk lőni, és nem, de majdnem. Ez most miért lépett? Ja, igen, ilyenkor az a gond, hogy helyettünk lép, hogyha több a... az érték, mint kéne, ami elég gáz, de hát nem tudunk rajta változtatni. Most az a gond, hogy mérünk ezt, ezt nem értem, de ezeket lecsapjuk. Klacs, hát nem igaz, hogy nem tud. De azért üthetnél azt is, hogy lőhetnél. Igazán. Na, szerintem ezek már nem sokat szivatnak. Mivel egyémítettem őket. Mert ezt nem kellett volna elfogadni, bár nem láttam, hogy ilyet is lehet. Úgyhogy... sem mindegy, ez van egy kis pénz. Nem azt kéne, ezt nem tudom valahogy... de csökkenteni, ez így nagyon gáz. Nincs egy növezetői pontod, igen. Szeretném, hogy legyen. Levéltár Darius a pap. Na, ezt nem fogom elolvasni. Újra elolvasom. Ez nem az küldetés? Úgy emlékeztem, hogy az küldetés. Na, itt tudunk valamit venni, azt hiszem. Ja, igen, ezeknek köszönöm, kristályt lehet adogatni, és mindent azért nem olvasok el. Ajaj, ellenség. Igen, szedhetünk fel ilyeneket is, ez egy piskehajtás, de tudunk előhozni ilyen zöld növényt, ami ugye csak menni tud lőni, nem? De én ezeket eladni szoktam, ezek annyira gyengék szerintem, hogy hihetetlen. Nem tudom, nem? Hát ez is így elég egyszerű ületés. Csiskék támadása keresd meg azt a király csiskét, majd terrorizálja a parasztokat. Igen, az egy ilyen 3-4-es szintű lény, elég húzós. Leverjük majd azt is. Majd nem fogjuk folytatni a következő videóban, addig is búcsúzom tőletek, sziasztok!